Egy személy sérült meg, amikor személyautó és trélert vontató autó ütközött össze Kecskemétnél az M5-ös autópályán vasárnap éjszaka. Szeged felé haladt a román kocsi, ami a hozzá kapcsolt tréleren egy autót szállított, a mögötte érkező személyautó nagy sebességgel a hátuljának csapódott. A tréler leszakadt, a belső szalagkorlátnak csapódott, a rajta szállított kocsi a strádára zuhant, elzárva a belső forgalmi sávot. Információink szerint az autóban lévő vétkes 60 év körüli svájci sofőr megsérült, a trélert vontató kocsiban ülőknek nem esett bajuk. A baleset miatt teljesen lezárták az autópálya szakaszát, a feltorlódott járművek szabálytalanul mind a három sávot elfoglalták, a mentő is csak nehezen tudott a helyszínre jutni. Ma reggel pedig személyautó hajtott kamionnak az M5-ösön. Szeged felől haladt két török vendégmunkással az autó, amikor a vezetője valószínűleg elaludt, és neki hajtott az előtte lévő külföldi kamion hátuljának. A balesetben senki nem sérült meg.